amiket a Miklós csinál, azokban valahogy nem is tudom, mint széria tartozékként benne van mindaz, ami amit akár a Schubert Winter rejzéjével is le tudunk írni. Tehát az a fajta melankólia, az a fajta visszafogott szenvedélyesség, az a fajta szomorúság, az a fajta egyszerre hétköznapiság és emelkedettség, és akkor most mondhatnám az egyre közhelyesebb mondatokat erről. És hát azt gondolom, hogy amiket én csinálok mindenek előtt költészetben, azokban hasonlóképpen ez benne van, tehát, hogy úgy mondjam, a kettőt igazából csak egymás mellé kellett valahol valamikor tenni. És ugye mi annak idején azon gondolkodtunk, hogy a Lajos csinálna egy új, mondjuk így, fordítást a Müller versekből, és akkor azokhoz én csinálnék aktuális képeket, és ebből csinálnánk egy könyvet. És aztán ezt elsodorta az élet, meg a minden más, és most ez újból fölmerült, hogy akkor nem könyvet csinálni, hanem konkrét képeket. A Facebookon körülbelül egy éve, hogy minden nap kiszedtem egy parti nagy verset a Létbüféből, és hozzáraktam egy nekem már meglévő képemet. És ezt egy pár héten keresztül csináltam, és akkor meglepve tapasztaltam én magam is, hogy ezek működnek együtt. Abszolút működtek együtt, és ha tetszik, akkor ez volt a közvetlen előzménye. Igen. Ennek a munkának. A közös munka során én itt voltam Pesten, a Lajos pedig Svájcban. Amire én megfestettem az első 13 képet, azoknak a verseit egy szép nagy csokorral én megkaptam e-mailbe, és azokból válogattam. Akkor az volt, hogy na most a mester akkor beleírja fizikli bele a képbe a verseket, és mindenféle ecsetszerű tollakat, meg mindent vettem, hogy mi az, amit ő neki leginkább kézre esik. Ez nagyon sok szempontból nagyon nagy kihívás egy ilyen. Egyrészt nekem sokkal nagyobb kihívás, mert én az legalábbis az első 13-nál én kaptam 13 készképet, illetve hát nem készképet, hiszen egyfelől ki volt hagyva a hely, másfelől pedig azért azt... Pontosítsunk, gondolva volt valami. Igen, arról, hogy mi lesz. Nem kihagyva, hanem föl volt kínálva. Ezen a négyzet alakú felületen föl volt kínálva a hely, és azon belül döntöttük el közösen együtt, hogy mégis hova kéne. De az még nem oldotta azt meg, hogy ugye én alapjáraton is minden nap nem dolgozom annyira kézzel, mint a Miklós. Egy nap alatt ő meg is írta ezt a 13 meglévő képbe bele a verseket, de akkor kitalálódott közben, hogy ez legyen ugyanúgy 24-es ciklus, mint a Schuberté. Na de a mester visszament Svájcba harmadnap, úgyhogy akkor viszont megfordult a dolog, és ő üres akvarell kartonokra ráírta a verset, és én nekem azt kellett megfestenem. A kiállításon is mellé lesz rakva, nyomtatva a képakasztó cédulán a szöveg pontosan korrektül, hogy mi van odaírva. De ennek nem azonos a jelentése azzal, ami benne van a képben. És akkor még említsük meg föltétlen a 25. képet, szerintem, ahol a Miklós volt olyan drága, hogy azt mondta, hogy a 25-et azt nekem adja, hogy az az enyém, és akkor én mondtam, hogy én festettem egy 25-et ez a neked. Pontos. Igen. Megfordult, és akkor én azt mondtam, hogy ezt viszont írd bele te, mert ez így fel, vagy így működik, én nekem akkor az igazi, hogyha ezt te írod bele. Na hát én nekem aztán megállt a szívverésem ettől természetesen, és én írjak a parti nagy után verseket ugyanabban a kontextusban. Eléggé földobott az a tudat, hogy most itt üvölt a műtermemben üvöltenek a Schubert dalok, és ugyanez, miközben válogatja a verseket,
ott ordít Svájcban, a Lajos szobájában. Arra gondoltunk Nagy Sunyin, hogy miután a Presser egy zseniális improvizatőr, hogy mi lenne, ha a kis Schubert presszereket csinálnád. Nem tárgyakat hoz létre az ember, hanem gondolati konstrukciókat, amik aztán tárgyként fungálnak azért, hogy valaki befogadja őket. Fungáltak pontosabban, mert momentán már mit tekintek tárgynak? A pixeleket? Hát esetleg. Na de hiszen erre tettünk most egy kísérletet, hogy olyan tárgyakat létrehozni, amikben saját erejéből a költészet jelen van.